egyet. Mi most azért hívtuk Önöket, hogy a rendőrség 13. kerületért programot ismertessük Önökkel. Én úgy gondolom a magam részéről, hogy ezt a programot, ha valaki megtekinti, és tisztában van az ország gazdasági, társadalmi, politikai helyzetével, akkor ezt egy kiemelkedő jó programnak kell, hogy értékelje. Ha abból az aspektusból nézi meg valaki, hogy más kerületek, települések milyen programot tudnak ugyanebben a millióban létrehozni, azt hiszem, hogy szintén nincsen szégyelni való. Ha pedig azt nézem, hogy mindenféle külső körülménytől eltekintve csak milyen feladatokat tartalmaz, akkor azt gondolom, hogy ez olyan feladatokat tartalmaz, amely méltó arra, hogy a szélesebb közvéleményt is megismertessük vele. Ezért hívtuk Önöket, és ezért köszönöm szépen, hogy eljöttek. Nem tudom, hogy elsőként-e, de az biztos, hogy az elsők között hozta létre a kerület ezt a programot, és a program ismertetése következik. Segédanyagként kezelésbe tetszettek kapni egy kis dossziét. Ebben két anyag van. Az egyik, ez a 13. keretben lendületben a 13. keret program, ennek egy ilyen szerkesztett változata. Van egy még rövidebb, szíves felhasználásra, és ha valakit az abszolút teljes dokumentum érdekel, akkor az a honlapunkon is megtalálható. Aki segít nekem, nekünk abban, hogy Önökkel ezt a programot megismertesse, ők a kerületnek a vezetői. Sokan ismerik, de tudom, hogy vannak, akik most találkoznak majd először vele, dr. Tóth József polgármester úr, Kolosné és Ramek Kornélia a polgármester asszony, Borszéki Gyula a polgármester úr, Karácsonyi Magdolna, aki úgy lett meghívva, hogy a szociális osztályvezetőként, azóta örök erőt is gratulálni neki, a kerület aljegyzője lett, és Arató György főépítész úr. A programot követően